Hölgyeim és uraim, teljes lázban égünk. Totálisan. Egyrészt azért, mert eltelt 2 hét. Másrészt azért, mert próbálunk, mint a bolondgombák. Hogy miért, azt mindjárt elmondom, addig egy ilyen beköszönő zenét kérek. Gyere, tapsolj velünk! Lehár Ferenc. Országa, vagyis a mosoly országa. Mert hogy új bemutatóra készül a Budapesti Operettszínház, úgyhogy kicsit belekukkantunk próbákba, riportozunk, beszélgetünk, nézelődünk, el vagyunk, mint a befőtt. Jöjjenek velünk! Földrajzilag hol helyezkedik el a mosoly országa? Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, valahol a Földön. Valahol a Földön az európai lélek és az ázsiai lélek között, mondhatnánk, de Isten igazából véve nem ez a kérdés. Az a nagy kérdés, hogy a különböző kultúrák és a különböző hagyományok milyen hatással vannak ránk emberekre, a kapcsolatainkra, és hogy igazából véve a környezetünk elfogadja-e azt, hogyha mi más kultúrkörből, más hagyománykörből választunk magunknak párt. Az én életemben az ilyen típusú művek nagyon jelentősek. Nagyon-nagyon szerettem a Pillangó asszonyt Puccinitől, nagyon-nagyon izgatott a Bajadér Kálmántól. Most először találkozom Lehár Ferencnek a Mosoly országa című művével, és nyilvánvaló, hogy a gondolatok nagyon-nagyon hasonlóak, de a kifejtés. A kifejtés az itt valahol egy egészen súlyos, egészen veretes, és ugyanakkor nagyon csillogó világ. Arra törekedtünk, hogy ez megszülessen, és mellette nyilvánvalóan arra törekedtünk, hogy igazi operett is legyen, olyan szórakoztató, olyan játékos, olyan sprungos, és olyan tulajdonképpen azt mondom, hogy erotikus, ami a mai kor emberét izgatja. Nem ismertem még ezt az országot, csak téged. És ostoba módon is. Nem, akkor nem. Ha így van, akkor itt vagyok, és azt mondom, hogy nem ismertem ezt az országot. És ostoba módon. Csak téged. És ostoba módon vissza abban, hogy te is úgy érzel majd, mint én. Liza, kérlek. Akkor ez így van. És akkor ő a liánácsára fél, Liza, kérlek. Ne fáradj! Nagy hazugság volt a boldogság. Szúcsong herceg vagyok, hello. Egy kínai herceg, majd aztán a darab folyamán Kína miniszterelnöke. Igen, a Szúcsong nagyon nagy segítség nekem a prózámnak a helyretételére. Nyilván én énekesnek indultam, az is vagyok alapvetően, nekünk a színjáték, nekem, azt nem akarok más nevébe is beszélni, főleg a magamében, a színjáték, a próz egy nagyon nehéz műfaj. Mi ebben kezdők vagyunk, lehet, hogy már nem kezdő, lehet, hogy már haladó szinten vagyok, de a Szúcsongnak a szerepe kiválóan alkalmas arra, hogy egy másfajta hangsúlyrendszert tegyek az eszköztáromba, mert itt aztán tényleg nagyon kell arra vigyázni, hogy kijelentő mondatokat tegyen az ember, hogy a mozgásában is nincsen lazaság. Nem azt mondom, hogy merevség van, hanem egyfajta tartás, egyfajta olyan kimértség, határozottság, aminek meg kell mutatkozni a mozgásban, valóban, ahogy mondtad,
és a prózában is. Nem lehet semmi fölösleges hangsúly. Minden egyes megszólalásnak, átgondoltnak és nagyon határozottnak kell lennie. Fargo András Topit kérdezem a Mosolyországáról, kit mit játszol az előadásban? Hát inkább kit, mint mit, ugyanis a mit a szubrettek játsszák. Én a főeunukot formázom ebben az esetben. Tehát egy kínait? Igen, méghozzá elég sajátságos kínai, mert ugye eunuk a drága. A kínaisága ennek a figurának egészen más, mint egy, ugye arról szól, hogy ezek egy kimért, nagyon visszafogott, és hát itt az eunuk ugye abból fakadóan, hogy ő neki más az állapota már ebben a helyzetben, akkor ő egy kicsit ilyen kerekebb, tehát hogy mondjam, picikét nőiesebb a megszokott, kimért kínaiaknál. Mi történik itt? Miért olyan furcsa a férje? Én cseh, nyomorult fő eunuk vagyok, akint meg nincs joga beszélni. Hogy? Azt kevesgetik, hogy... Mit? Mondd már! Csak bácsi, egy feleséget hoz a hercegnek, szeretett lótuszvirágot. Többet, ne jössz itt. Itt. Kínában. Nem. Ősi törvényeink szerint az európai hölgyel kötött házasság érvénytelen. Ugyan ostobaság. Ugyan ostobaság. Az én férjem modern, felvilágosult férfi, akinél nem döntőek az ősi törvények. Állítólag a politikai helyzet ezt kívánja. Nem tehet mást, ha ragaszkodik a reformjaihoz. Akkor most azonnal beszélnem kell erre. Hozz valam! Azt hiszem, most kezdődik az esküvői szertartás, ami után... Gróf Pottenstein Hasfaludi Ferenc egy katonakarmester. Egy nagyon értelmes, nagyon helyes, nagyon jóképű fiatalemberről beszélgetünk a Mosolyországa című operetben. A táncos komikus szerepet alakítom, a Hatfaludi Ferit, és nagyon jó, nagyon szeretem, főleg azért, mert megint a Lőcse Jenővel dolgozom, és egy újabb izzasztó táncpróba előtt vagyunk, és hát újabb ötleteket hozott, újabb emeléseket, újabb figurákat, úgyhogy hát ezt nem lehet megunni. jó, nagyon jó. Azt szokták mondani, hogy... Azért más a Mosolyországa, mert hogy ennek szomorú a vége az összes többi operettel ellentétben. Nekem azért más, mert egy picit olyan, mint a Bajadér, hogy egy picit távol-keleti, ugye távol-keleti a történet, távol-keleti a zene, és amíg a Bajadérnál ez egy indiai történet volt, itt a Mosolyországában ez egy kínai sztori, és hát én ebben egy magyar fiú vagyok, aki Bécsben találkozik egy kínai lányjal és beleszeret. És egy picit az országok közti különbségről és a fajok, népek közti különbségről szól. Szerintem nagyon érdekes történet. Ugye az operettek arról szólnak, hogy két ember vívódik, hogy nagy nehezen összejönnek, és akkor a végén tulajdonképpen azt mondjuk, hogy happy end van, illetve én úgy szoktam mindig fogalmazni, hogy happy kezdet. Mert minden ott fog elkezdődni, tehát akkor jöttek össze, és akkor most majd elkezdődik. A Mosolyország az nem ilyen. Ott megvan tulajdonképpen a happy kezdet, van egy kicsi bonyodalom, és utána megy, nagyon boldogan a történet. És tulajdonképpen a happy end utáni részt mutatja meg, és a legvégén meg nincsen happy end. De ezt is el kell, és meg kell nézni, mert azért próbálunk nyitva hagyni kapukat, és próbálunk úgy csinálni, hogy azért igen, mi hiszünk abban, hogy a vége az mindig jó. Bocsánat, uram, bocsánat, asszonyom! Úli úr! Elnézést kérek! Vakmerő udvariatlanságomért felség. Bizonyára nyomós ok kényszerít erre.
Csang úr üzeni, hogy Csang úr! Miről van szó? Nem várhatunk tovább, uram. Bocsáss meg! Ne haragudj rá! Mondd el neki! Én Amáliát játszom, aki a Hatfaludi Ferinek az anyukája. Úgyhogy ez számomra is egy új szerepkör, és nagyon örülök neki, mert én is már játszottam Kismit, ezelőtt nem tudom hány ezer évvel, és hál' Istennek itt tartok, hogy végre itt a váltás, és egy nagyon jó kis szerepet írtak bele, mert ez nem volt benne. Tehát az első felvonásban úgy megjelent, azt hiszem, de ebből egy komplett szerep lett több jelenettel és számmal, úgyhogy most azért vagyunk itt a baletteremnél. A baletteremnél állunk, és beszélgetek éppen Dézsi Szabó Gáborral, aki nem éppen egy táncos, komikus típus alkat, nem ezek a szerepek szokták megtalálni, most mégis a baletteremnél találkozunk, miért van ez? Én most kijavítalak egy kicsit, mert most már nem a táncos komikus szerepek szoktak, hát azért régen, annak idején Miskolcon nagyon sokat játszottam táncos komikust, most pedig a papát játszom, Liza édesapját, és kitaláltak egy nagyon jó számot nekünk, és a Jenő koreografált most nekünk egy nagyon jó kis számos, úgyhogy meghalunk bele, de szerintem fantasztikusan jó lesz. Úgyhogy egy kicsit jó volt megmozgatni megint magamat, és megint egy kicsit figyelni, és koreográfiára figyelni, és énekelni, koreografa, és nem könnyűeket csinál Jenő, nem könnyűeket, de úgy fölnőni megint a feladathoz, az szerintem tök jó. Miben lesz más ez a leháróperett, mint az összes többi leháróperett? Azt nem tudom, hogy miben lesz, azt tudom, hogy nyúltak nagyon a szövegkönyvbe. Én szerintem jól. Tehát egy kicsit olyan, hogy ilyen filmszerű, én úgy gondolom, hogy ilyen filmszerű lesz a dolog, tehát hogy nem az vagy az első rész csak Bécsbe játszódik, a második csak Kínába, hanem kicsit a második felvonásban viszont azt hiszem két kép erejéig visszajön a bécsi kép is. Tehát egy kicsit ilyen filmszerű lesz szerintem a megoldás. Hogy aztán, hogy milyen, hát ugye még két-három hét van még a bemutatóik, úgyhogy nagyon sok minden változhat. Tehát ilyenkor, amikor megkérdezik, hogy na is milyen lesz, nem tudom. Én reménykedem, hogy jó, mert jókat dolgozunk. Az a helyzet, hogy ez egy abból fakadóan, hogy hol játszódik, tehát egy része ugye Bécsben, másik része Kínában, ebből fakadóan elég egzotikus. Ezt majd a díszlet is és a jelmezek is fogják hozni. És hát természetesen, amiről már az előbb beszéltem, ez a visszafogottság, ez a mosolygó nézés, és hogy mi van mögötte, ugye ezt soha nem lehet tudni. Ez azért a játék stíluson, a mozgáson, a figurákon kell, hogy érződjön. Talán nekem ez volt a legszebb operett, amiben játszottam. Tehát ez valami olyan csodálatos zene, olyan csodálatos érzelmek vannak benne, és egy olyan hát nagyszerű, tehát az egésznek a szépsége, hogy igaz, hogy ennek szomorú a vége, de talán attól nem hagyományos, és attól szereti nagyon a közönség, mert itt aztán lehet sírni, zokogni, de közben kedves, bájos, szép. Ami át lett menne írva, tehát nem is átírva, hanem beleírva, meg átdolgozva, beledolgozva, az nagyon jó. Tehát a Kálai Pista bácsi csinálta, aki már ugye, már nem tudom, már nagyon régi darab itt az Operett Színházban, és ő nagyon jó érzékkel nyúl hozzá. Tehát benne hagyta a poénokat, de még egy kicsit megfejelte, még egy kicsit több lett. Van dramaturgiailag is egy elég érdekes dolog, hogy a Kismi csak a második felvonásban volt benne a kínai képben, de most már az első felvonásban is bejön a Szucsonggal, úgyhogy az a szerep is tágabb lett, úgyhogy szerintem nagyon izgalmasra íródott. Igazából jövő ez az az operett, ami a legközelebb áll az operához. Hatalmas finálék, különleges áriák,
és egészen szépségesen szép úgynevezett átzenét konstrukciók vannak benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy olyan katartikus élményt okoz, amit nagyon-nagyon kevés dolog a világon. Ez az egyik legmélyebben ható zene, amivel az ember valaha dolgozott. A Mosolyországa talán az egyik legnehezebben énekelhető, vagy a legnehezebb énekelni valóval bíró operett, a Lehár operettek közül is talán mindenképp. Ugye ezt nagy operák is szokták külföldön is játszani, és repertoárra tűzik. Ez itt sincsen másképp, tehát hogy ez egy borzalmasan nehéz énekelni való. Sokszor emlegetik ugye az operettre, hogy ez igazából azért nagyon egy az operához hasonlítható műfaj, ami abszolút igaz. A különbség ugye az, hogy amit mi itt prózában mondunk el, az egy operában, az is zenében szólal, meg úgynevezett recitatívóban. Tehát hogyha a prózákhoz, tehát a próza ebben nem próza lenne, hanem recitatívó, ez egy opera lenne. Most nem arról akarok beszélni, hogy most melyiket nehezebb csinálni, vagy nem, mert ez egy badarság, ez egy eleve buta kérdés, mert mind a kettő klasszikus éneklés, sokszor elmondtuk, és mind a kettő tényleg ugyanaz a nehézség. A különbség itt valóban már csak annyi, mondom még egyszer, hogy itt próza van, és nem pedig zenei beszéd, nem pedig recitatívó. A zene gyönyörű, magával ragadó, és hát sokan elmondták már, de hát ugye Puccini is azt vallotta, hogy Lehár, és hát azt mondta, hogy Lehár elírta előre a szép dalamokat. Szóval, hogy nincs több kérdés, és nem kell több bizonyíték arra, hogy ez egy komoly és gyönyörű zene. Jártál meg Kínában egyébként? Igen, 2 évvel ezelőtt voltam. Volt kollégám, kint dolgozik, és a családja kint dolgozik, és ő hívott meg magához. Minket 10 napot töltöttünk el. Hát nagyon megosztó az egész helyzet. A szélsőségek országa, ha lehet ezt mondani. A nagyon durva és nagyon furcsa dolgoktól a gyönyörűségekig. Persze bejártuk azokat a helyeket, amit lehetett 10 nap alatt, a nagy fal, ami nem nagy fal, hanem hosszú fal, a Tiananmen tértől elkezdve, ami óriási, és nem tudni miért. Mao Tse-tung képe még mindig kint van, akkor a tiltott várostól a nyári palotáig ezeket mind megnéztük, és hát roppant érdekes. Nem laknék ott semmi pénzért, de egy ilyen alkalommal azért, hogyha ezeket meg tudja nézni az ember, az jó. Kínában jártam 4 órát, voltunk Pekingben, amikor éppen Tokióba mentünk volna, és akkor a hó esett le, hogy egyszerűen úgy kellett összerakni a járatokat, hogy Pekingbe leszálltunk 4 órát, ott nem tudták, hogy mi kik vagyunk, nem volt repülőjegyük, mert a másik csapatnál volt a repülőjegy, úgyhogy gyakorlatilag elvették az útlevelünket, 3-4 ember ült ott abban a kis szobában, és mi nem tudtuk, hogy mi fog velünk történni. Úgyhogy nekem Kínával ez az élményem. De voltam már Kínában? Voltam Shanghaiban, igen. Hát, mit mondjak, nagyon durva. Tehát nagyon, nagyon durva az a különbség, ahogy ott élnek az emberek. Egy picit olyan volt, mintha visszamentem volna a szocialista Magyarországba, és nagyon, nagyon elkülönül a szegénység és a gazdagság kint Kínában, én ezt láttam. De nagyon érdekes kultúra, nagyon érdekes vallás van kint. Hát remélem, hogy még kijutok. A darabban biztosan kijutok, úgyhogy ez tök jó. Igen, egyszer voltam Kínában, azt hiszem 4-5 órán keresztül, amikor elindultunk Japánba fellépni, és olyan nagy hó esett, hogy el kellett mennünk vagy Bécsbe, vagy Frankfurtba, ahol nem tudom hány órán keresztül dekkoltunk, és akkor utána nem volt közvetlen járat Japánba, hanem Kínán keresztül mentünk. Hát az nagyon izgalmas volt, mert elzártak minket. Tehát tökéletesen elzártak minket, és komolyan mondom, hogy mi akkor nagyon féltünk. Tehát olyan félelmeztő volt. De úgyhogy többet én nem voltam sajnos. Pedig azért izgalmas lehet, mert Japán is nagyon izgalmas. Jártál-e már Kínában? Nem. Ha nem? Várja, én nem. Oké. Okay. Most akkor igen, vagy nem? Nem. Japánban már igen. De a Mosolyország a Kína, nem? Igen. Hát
Mikor lesz a bemutató? Május 16-a, és én azt gondolom, hogy egy hosszú időre szóló sikerszéria lehet ebből, hiszen az az átdolgozás, amit csináltunk, hogy a kis mi, tehát a szubret már az első felvonásban megjelenik, hogy Hatfaludi Feri az nem egy egyszerű huszártiszt, hanem egy katonakarmester. Hogy ennek megfelelően az ő duettjeik azok ki vannak egészítve mindenféle és fajta táncbetétekkel. Hogy az egész tele van téve olyan vidám részekkel, amik eddig nem voltak a Mosoly országába. Ezek együtt lehetőséget biztosítanak arra, hogy igazából véve megjelenjen a Mosoly ország a drámai része mellett egy olyan nevettetős, szórakoztatós komédia rész, ami egy igazi Shakespeare-i művét teszi ezt. Az egyik pillanatban sírunk, a másik pillanatban nevetünk, az egyik pillanatban megdobban a szív, a másik pillanatban pedig ellazulunk. És azt gondolom, hogy ez így, ezzel a zenével nagyon nagy lehetőség. Izgatottan már a május 16-ot. Gyere, tapsolj velünk! Hölgyeim és uraim, ez volt már a Tapsrend. Nagyon köszönjük megtisztelő figyelmüket. Jövünk két hét múlva is, hogy mivel pontosan azt nem tudom, de a szerkesztő Tüneményes Jucink majd azt el fogja nekünk biztosan nyára árulni. Ha egy kicsit közelebb jönnek hozzám, nyugodtan lehet jönni, ide, úgy, akkor ott még egy kicsit, tehát akkor ott a tükörben ott van Juci. Úgyhogy két hét múlva, hogy mi lesz, azt ő megmutatja nekünk. Csókolom, jó éjszakát, puszilom önöket.